Üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, ha valaki esetleg podcast formájában hallgatja. A sorozatunk második epizódját láthatják. Egy fiatal zongoraművésznőt és zongoratanárnőt köszönhetünk, Dakos Lillát. Szervusz, Lilla! Szia! Itt olyan nőket interjúvolunk meg elsősorban, akik tehetségükkel, tudásukkal, társadalmi szerepvállalásukkal kicsit nyomatékot szeretnének helyezni, és erre a nőiségre, ami most egyre inkább felbukkan, és kicsit erőteljesebben hallatni a hangjukat, mint ahogy eddig lehetséges. Mesélj egy kicsit magadról. Honnan jössz, hová mész, merre tartasz? Kezdjük azzal, hogy... Honnan jöttem? Hogy vagy? Minden rendben. Annyira örülök, hogy itt vagyok, úgyhogy és a felkérésnek is nagyon örülök, hogy tök jó, hogy itt lehetek és beszélgetünk. Hát, hol is kezdjem? Ugye, minden zenész, ugye én is ugye úgy kerültem hangszerhez, én zongorista, tehát zongora hangszeren játszom. Igen. És anyukám, amikor még kicsi volt, ő Balatonfüredről származik, én is balatoni vagyok, csak én a déli partról származom, ott nőttem fel. Uh-huh. Tehát anyukámnak nem adathatott meg, hogy zongorán játszon, hanem csellózott. Uh-huh. És úgy döntött, hogy ha neki gyerekei lesznek, akkor ő megadja lehetőséget, hogy zongorán játszhassanak, úgyhogy én is, meg a bátyám is zongoráztunk, és nálunk ez megmaradt. Tehát uh-huh. ez a szerelem a hangszer iránt megmaradt. Felkerültem utána Budapestre, ilyen-olyan magántanárok után, uh-huh. és a Kőbányai Zenei Stúdió az, ami így egy nagy löketet adott nekem, hogy Póker Gondnak volt ez az iskolája. Ahol... Igen, hallottam hírét. Remélem csak én jót. Én Zuglóba jártam, de hogy ott nagyon sokan emlegették a Kőbányai iskolát. Igen, ennek van egy ilyen kultusza, igen. meg ilyen kapcsolatrendszer, ami igazából onnan nekem nagyon fontos, hogy... Sok jazzzenész kerül ki onnan. Igen, meg a könnyű zenészek. Tehát, hogyha elmegyek egy nagy fesztiválra, igen. akkor őt is ismerem, őt is, és őt is. Tehát, hogy így mindenkivel igen. volt valami kötelék, hogy akkor vele együtt játszottam, ő alattam járt, ő felettem járt. Igen. Tehát, hogy ilyen kis kapcsolatok, így kötelékek így kialakultak ebben az iskolában. Úgyhogy nálam is ugye nagy szerepet játszott ez az iskola. Uh-huh. És... De az nem úgy van, hogy zongorázni valamilyen alapszinten mindenkinek kell tanulnia? Tehát, hogy mondtad, hogy anyukád csellózott, és akkor az kimaradt teljesen neki a zongora? Vagy? Akkoriban még úgy ment, hogy akinek volt otthon zongorája, aki tudott otthon gyakorolni, az zongorázhatott, a többieknek meg neki adták, kölcsönálták a hangszert, és a félvároson átcipelte azt a nagy hangszert. Ami mondjuk nagyon jó lehet, hogy én mondjuk értékeltem volna, mert nekem tetszik a hangszer. De azért tényleg a zongora mindennek az alapja. Tehát igen. én azt vallom, hogy az alapokat megtanulni könnyű rajta, mert nem olyan nehéz, de nyomjuk ugyanúgy szól. Nem olyan, mint a hegedűnél, hát, hogy... Hát, temporált hangszer, igen. De másrészt azért virtuóznak lenni azért az nem igen, kis igen. teljesítmény, jobb kézzel, bal kézzel függetleníteni, hát mint igen, egy nagyon izgalmas, nagyon igen. izgalmas. Amikor elkezdtem gyakorolni, hát felnőtt koromban, tehát konkrétan 2 évvel ezelőtt, hát nem gondoltam, hogy valaha sikerülni fog bármit is kicsalni ebből, de mondjuk amúgy is számomra a hangszeres játék az egy ilyen misztikum. Annyi mindent kell koordinálni, nem csak mozgásilag, ritmusban. Így értem, igen. És összehangolni más zenészekkel, énekessel. Tehát, hogy nekem az egy ilyen, ugyanúgy, mint a vezetés. Uh-huh. Te tudsz vezetni? Igen, én is vezetek. Ó, de jó neked. És szeretek is. Hát végülis pedál van itt is. Igen. Pedál. Uh-huh. Jobb kéz, bal kéz, figyelem, uh-huh. másikra odafigyelni, csapatmunka uh-huh. ez is persze. És a tanítás az hogy jött? Anyukám tanár, de nem innen jött. Teljesen, én nem is szerettem volna, gyerekekkel is úgy gondoltam, hogy nem tudok velük bánni. Tehát ide jön uh-huh. egy kisgyerek, és így... kedves vagy, aranyos vagy, és akkor így nem volt ebből semmi tovább. Mm. És volt egy énekes kollégám, akit már 10-11 éve ismerek, Schwarz David, ő itt lakik Szentendrén a közelben, és ő tanított a Dunakanyar magániskolában éneket, és kerestek zongoratanárt, és kérdezte, hogy nem megyek el. És én érdi lakos vagyok egy pár éve, és mondtam, hogy hát figyelj, mondom nekem egy óra oda, egy óra vissza, mondom, nem hiszem, hogy ez így megéri, hát mondom, úti költségben sem, akkor még ugye üzemanyagárak is ugye jobban alakultak, mint most. Itt van néhány verébugrásnyira, hogy klasszikust idézzek. Néhány, így van. De mondom, adok egy esélyt neki, elmegyek, megnézem, körbevezettek, és így tökre tetszett az egész is. Magániskoláról van szó, tehát nem egy ilyen állami. Mi az, ami tetszett benne?
Az, hogy kevesen is voltak, tehát hogy nem az van, hogy akkor egy 40 diákos osztálytermek vannak, és akkor senkire nem jut figyelem. Igen. Meg, hogy a tanárok is fiatalok, közvetlenek, mindenki kedves, és maga a közeg. Tehát, hogy ahogy hozzám álltak, hogy nem az van, hogy akkor itt a teremet, a zongora, és akkor itt van a könyv, ebből tanítasz, hanem, hogy kapsz egy termet, ha van kedved, akkor gyere, tetszik, akkor kezdünk, és így magával ragadott így maga a közeg. De zongorát nem lehet csoportosan tanítani, azt úgy egyéni. Hát igen, az elméletet talán, hogy akkor igen. A szolfés zenelméletet azt lehet így csapatban, de a maga a hangszer az egyéni, igen. Magánórákat tartok én is ott. És akkor szolfést és zenelméletet is tanítasz. Igen, hát belecsempészem nekik. Tehát... Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogy tudod úgy átadni nekik, hogy mert egyrészt ugye hát mekkora gyerekek ezek? Általános iskola, tehát a 6 évestől a 14 évesig. Na most hát azért a szolfés meg a zeneelmélet, az amennyire én megtapasztaltam, az egy elég száraz dolog. Igen. Persze csodálatos, tehát egy új dimenzió nyílik a hangok és az egyebek világa, meg hogy mitől lesz ez olyan, de azért van egy nagyon matematikai része, amit én nem tudom elképzelni, hogy egy gyerek számára hogy lehet azt, hogy tudod azt érzékeltetni, hogy az mi, és átrakni az ő kicsi fejébe, és úgy, hogy esetleg érdekelje is. Dalokon át. Dalokon át. Így erre jöttem rá, hogy utólag magyarázom meg nekik. Mm. Próbálok így menet közben is, de ugye az elején mindenkire próbálom így rázudítani az anyagot, mert annyira jó, annyira sok összefüggés van, hogyha az egyiket, mint a matekban is, ha itt valami belemarad, akkor utána az egészet kb. Bukhatja. De hogyha rázudítod, akkor... Akkor sok, igen. Akkor tehát hogy sok. Akkor nem nagyon fogékonyak erre. Uh-huh. Viszont ha adok egy olyan dalt, amit szeret, ismer, és utána az alapján magyarázom meg, hogy látod, ez itt ez az jelölés azt jelenti, akkor így közel áll hozzá, hogy akkor... Ez nagyon jó, mert rögtön gyakorlattá teszed. Igen. Tehát, hogy nem egy ilyen száraz elméletet, egy ilyen kekszet rágatsz el vele fűrészporból, hanem Fincsi Szendó. Jó, és akkor jó. Így a figyelmet felkeltem, és akkor később után már vissza tudom adni az elméletet. De ha egyből én etüdőket adok nekik, amit sosem hallott, sosem ismert, nincs is kedve játszani, mert nem az ő zenéje, tehát nem a kis lelkéhez közel álló zene, akkor viszont csak küzdelem van tőle és tőlem is, és akkor vagy megunja, vagy kitart és csinálja, így meg kap egy olyan dalt, amit mondjuk szeret, ismer, hallotta, vagy nem tudom, egy játéknak a zenéje, ilyen is van, hogy akkor... Pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen dalokat adsz nekik? Miket hallgatnak ezek a gyermekek? Én próbálok ilyen mese irányban elmenni, hát nyilván magamból indulok ki, nálunk ugye Disney ment, de hát nekik bármilyen Disney-t mondok, hát ki ez a Pocahontas, hagyjuk, ki ez a Herkules, jó, oké. Tehát most klasszikus, már azért... tessék, bemagolni feleltetünk. Így van. A Jégvarázs az még oké, tehát hogy most az a nagy sláger, úgyhogy meg a Vajana, tehát ezek a mostani animációs filmek, ezek mennek. A Vajana az a vulkános? Igen. Csak hogy a műveltségem elhessen csorban. Köszönöm, hogy tanulhattam. Meg ezek a TikTok videókról hozzák ezeket a kis mémzenék, úgy hívják a gyerekek, hogy mémzenék, úgyhogy azokból. Meg YouTube-ról, tehát nekem az a megdöbbentő, hogy már lassan én sem fogok elleni, meg a kollégák se, mert megnyitják a YouTube-ot, jönnek a kis billentyűk, bogyók, és onnan lenézik, és megtanulják a gyerekek. Jó, az új rendkéztartás azért ez nincs ott, mert csak azt látják, hogy még billentyűt kell nyomni a zongora esetében. De hogy így annyira gyorsan tanulnak már a gyerekek. Az anyag. Igen, meg hát még a üres a Winchester még, tehát lehet lepakolni anyagot, igen. Igen, hát egyébként pont nálunk is ez volt a probléma, hogy egyrészt ugye tele van már a tárhely, meg nekik azért csak erre kell koncentrálni, tehát nem... Tehát, hogy egész más tempóban tudják megtanulni. És iszonyat gyorsan fognak föl mostanában ezek a mai gyerekek. Igen. Mindent. Pedig mennyi inger éri őket? Pont azért. Ja, le, igen. Is. Jogos. Tehát, hogy valahogy én azt érzem, nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, majd kérdezlek is, hogy egy kicsit így talán felszínen is marad sok minden. Tehát, hogy egy ilyen montázs, egy ilyen mindenbe belekapkodó, beleharapó valami lesz, de semmiben nem mélyül el teljesen. Divatos szóval multiverzumnak nevezik, én szerintem csak simán felszínes. Te mit gondolsz erről? Én ezt a tanításnál is látom, hogy egyre nehezebben tudom rávenni őket, hogy egy 3 perces, akár popdalt végigjátszanak. 1 perc megvan belőle kb., tehát megvan egy verse-refrén, és kész. Ha már ismételni kell, az már nyűg.
De mondom, ez a legkönnyebb része, hisz már megtanultad, már el tudod játszani, de én nem akarom megismételni. De unja. Hát, ez erről szól, azért ismerted meg, mert a refrént eléneklik vagy 8-szor. És nem. És unja azért, vagy miért? Hát, mert ő már ezt tudja. Mert ő már ezt tudja. És akkor új információt igen, kér. De nem szépen. Tudja, csak úgy hiszi, hogy ő tudja. Igen, tehát, hogy tanuljunk új dalt, menjünk másba, hogy minden, de ahogy, amit említettél, hogy mindenbe kapjunk bele egy picit. Igen, igen. És azt hogy tudod, vagy el tudod érni, hogy mégis rávegyed arra, hogy, vagy egyáltalán, hogy felismerje, hogy igazából csak azt hiszi, hogy tudja. Elmutatom neki, hogy figyelj, ha ebbe a tempóba megy, eljátszom neki, akkor mehetünk tovább. És akkor így próbálom rávenni, igen. Igen, hogy akkor megy, igen, csak töredék olyan gyorsan. Vagy akkor játsszuk rá az eredetire, mert ugye hát nyilván mindenki már kütyüzik, akkor ott az iPad, a tablet, a tessék, itt van az eredeti dal, játszunk vele együtt. Aha. Ha megy abban a tempóban, amiben ő énekli vagy játsza, akkor mehet. Mert akkor tudod a dalt. Érdekes, hogy nálam meg mindig az volt, mikor tanítottam, hogy állandóan gyorsulni akartak. Tehát ugye ezt a tanuló tempót, ezt úgy nem értik, hogy miért kell. Hogy egy olyan tempóban kigyakorolni, amitől egyenletes lesz. Ez a zenében is így van? Vajon? Van, akinél megmarad, hogy nem tud felgyorsulni, és megmarad a lassúban, és van tényleg olyan kis hebrens diákom is, aki meg egyből mindent akar, hogy akkor egyből már abban a tempóban elkezdeni, ahogy éppen az eredeti van, hogy felismerje benne azt a dalt, amit ő hallani akar. Érdekes. És akkor ugye van az, hogy akkor ütemenként haladunk, hogy egy kis zenei részletet kiemelünk, és akkor azt 10-szer. Akkor viszont már úgy rájönnek, hogy... Mert nálam is ez volt a probléma, hogy magántanárnál tanultam még kiskoromban, igen. És nem tanítottam meg gyakorolni. És Kőbányán volt az egyik tanár, aki mondta, hogy meg kell tanulni gyakorolni. És tényleg ez egy olyan dolog, hogy nem az van, hogy csak csináljuk, és akkor megyünk tovább, ha egy pici hibánk van, majd jó lesz valamikor, nem lesz jó sosem. Nem. És vissza kell az előző lépéshez, és egy lépéssel tovább. És akkor ezt sokszor körbe-körbe. Igen. Meg nekem régen azt mondta a balettmesterem, hogy van egy mozdulatnak egy optimális tempója. Amilyen tempóban a legkönnyebb elvégezni. De az igazán jó táncos tudja, fele olyan lassan, és dupla olyan gyorsan is. És a kettő között. Igen. Ez például nagyon... szerintem egy nagyon jó gyakorlás lehet zenészeknél. Abszolút. Meg a halkan és a hangosan játszás. Igen, igen. És akkor nem, a dinamikával. Halkan játszani nehéz. Aha. Ugye hát Kőbányán is őt szóltak a torzgitárok, tehát hogy nyilván az ott álmos mindent, meg ott csörög a dob, meg érdekes ordít. Hát a dobnál gondolom, hogy elszállnak a kölköt. Hogyne. Fú. De amint ugye a hangerőt visszavesszük ott, már mindent hallani. Na igen. Ugyanez a lassú és gyors tempónál is. Uh-huh. Igen. És mióta tanítasz, mennyi ideje? Hát szerintem nem olyan régen, szerintem 4-5 éve. Uh-huh. Itt Szentendrén ez bontakozott ki. Miért 20 évesen kezdtél? Nem. Én elgondolkodtam. A koromról mindig én is elgondolkodom, hogy éppen hol tartom. Érdem, viszont most kezdtünk el egy éve, vagy 2 éve. Mert ugye ott lakunk. Uh-huh. Na erről is mesélj egy kicsit, hogy találtátok ezt ki, ez egy annyira jó dolog. Talán innen jött, hogy nagyon sokat utaztunk Szentendrére, és amióta igen. A forgalom is egy kicsit itt megnőtt a rakparton, így már az út is hosszabb lett, és így már belefáradtunk abban, hogy nagyon jó, amikor itt vagyunk és tanítunk, de az út hazafele az annyi energiát elvisz tőlünk, hogy... Hát főleg, ha vezetni kell, nem? Igen. Mert mondjuk, hogyha az embert viszik, akkor közben lehet. Bármit olvasni, vagy... Bármit is, igen, és nem sorolom fel. Igen. És így ez sok energiát elvitt, és arra gondoltunk, hogy hát érd, az elég nagy falu szokták mondani, tehát, hogy rengeteg szülő, gyerek, család van, hát kérdezzük meg, hogy hát van erre igény. Elküldtük a környékbeli iskoláknak, Diótra, Török Bálintra, Érden is van egy csomó iskola, és így szépen lassan így jöttek ki a diákok hozzám is, meg a páromhoz, Tomihoz is dobolni. De jó. Úgyhogy akkor így otthon külön kis helyiségekben tartunk dobot és zongorát. És sikerült lehangszigetelnetek? Szerencsére elektromos dobban és elektromos zongora, úgyhogy így igen, tudunk a hangerővel csinyán benni. Hát főleg, ha egyszerre van órátok mondjuk, akkor... Volt már olyan. Akkor viszont nekem jó, mert ugye ők is így lassan gyakorolnak, és akkor letudott a metronom a szomszéd továbbba, a szobába. És egy idő után lehet jammelni. Ja. És az iskolák a környéketeken
Ezt hogy vették? Tehát, hogy nem ellenkeztek, vagy nem láttak bennetek konkurenciát, vagy bármi? Sőt, elvileg hiánycik vagyunk. Hiánycik Tehát, hogy voltak. Akik ott vannak és tanítanak, főleg zongorát, azok tele vannak, és vagy nem vállalnak többet egyéb olyan okokból. Dobot viszont alig tanítanak. Úgyhogy az viszont egy népszerű lett azon a környéken, népszerű hangszer. És milyen műfajt tanítasz? Könnyű zene. Könnyű zene, és a párod is? Ő is. Ő inkább a rock berkekben, én meg inkább a pop könnyű zenén belül. És azt mondtad, hogy énekel, vagy bocsánat, hogy játszol is zenekarban. Erről mesélj egy kicsit, milyen zenekarban vagy zenekarokban játszol? Te formációban is vagyok, mert sajnos még nincs olyan formáció, ami így eltartana, hogy akkor van évi 100 buling. Van egy kiadó által menedzselt Queen tribute zenekar, ahol Queen-t játszunk. Azonnal hívjál meg, légy szíves a koncertre. Tínédzser korom óta szerelmes vagyok a Queen-be. Komolyan? Élén a Freddie Mercury-val, igen. Igen. Pont most megyünk Norvégiába, úgyhogy oda tesszük magunkat. Akkor megyek, olyan rég voltam Tromsőben. De játszunk nem sokára a Zuglóban is. Komolyan? Április közepén, vagy május elején? Nem, április közepén. Valahol. Mindenképpen szeretnék róla tudni. Most annyira Norvégia elviszi a figyelmünket, hogy így ez a budapesti koncert. Jó, megértem. Hát mi szegény pestiek, mi csak átsingózunk a Queen Tribute zenekarra. Szóval mi a Hungarian Rhapsody vagyunk, mint a Bohemian Rhapsody, csak Hungarian Rhapsody. Jaj, úgyhogy innen könnyű megjegyezni a nevet. Úgyhogy mi ez a Queen Tribute vagyunk. Bízunk benne, hogy idén a szigeten megint megyünk, úgyhogy ott is játszani fogunk. Nagy színpad. Hát, tribute színpad. Nagy tribute színpad. Van ilyen, én hallottam róla. De mindig rengetegen vannak, úgyhogy imádom ezt a zenekart. Hát emiatt. Most amúgy is a reneszánsza van a Queennek, amióta ugye megcsinálták a filmet. Okkal, tehát hogy amúgy is szerintem Igen, ez az egyik. Igen, és itt is nagy dolog, hogy így nőként egy ilyen formációban, ahol hát eleve négyen voltak srácok, így részt vehetek, de hát a billentyű is ugye az mindig háttérben szorult a Queennél is, úgyhogy... Hát nézd, végül is a Freddie Mercury az eléggé lányos tudott lenni. Igen. hogy PC legyek. Igen. Emellett van egy saját zenekarom, a Gatsby, az milyen nagy Gatsby, tehát ilyen elektroszwinger, swinger stílusban íródnak a dalok, ilyen stílusú zenekar. Itt elég sokan vagyunk, azért heten vagyunk fúvósokkal együtt. És az is vegyes zenekar? Nem, némileg, nem ileg. De igen, igen, ahogy mondod, hát fiúk, lányok vegyesen vagyunk benne. És hányan vagytok benne nők? Hárman. Igen, 3-4, így oszlik meg a nemek aránya. Didn't deserve it. Maybe treat it like a pawn. Don't know that's unheard of. Better watch how you're talking and when you're walking. You and your home is my blood control.
since they got me facing. I can live a normal life. I was raised by the streets. I gotta be down with a hood team. Too much television watching got me chasing dreams. Viszont van olyan banda is, hol csak csajok vagyunk. Kettő is, két lány trió. Kettő is? Az egyik a Boridalok, az egy gyerekzenekar. Varga Bori a zeneszerző, igen. Meg a könyvet is ír, tehát hogy már a két album kijött. Igen, hallottam a nevét, igen. És vele járjuk az országot is, játszunk, hát főleg napközben, délelőttönként ilyen gyerekműsorokat. És ott is van egy nagybőgős, Hudák Zsófi, a Bori ugye ő fúvós hangszereken, meg ő énekel, mint frontemberként, én meg billent zongorán játszom, billent gyűzöm. Így vagyunk hárman lányok. Pók, 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 merre mész hálóba, éldegélsz házad, egy színezüst vár. Átlátszó húrokon szólni, ma kis dalod, zeng, bong, a hajnali tár. Másik lány trió, az pedig a Piros Cipelők. És, az felnőtt zenekar, ha jól sejtem. Mint én. Ha ez annak számít, akkor... Vagy akkor ez az Ózra reflektál a Piros Cipelők? Hú, de kedves, hogy ezt mondtad. Általában a férfiaktól a Vörös Cipelőket szoktuk megkapni, ami egy felnőtt ez volt az első kérdésem, a felnőtt olvasat. Úgyhogy annyira nem, tehát hogy pop... Ott is könnyű zenei műfajta, de igen, felnőtteknek játszunk, tehát, hogy aki a fogyasztó közönségünk, az idősebb, mint a Boridaloknál. Hát akkor nem nagyon unatkozol. Így jön össze. Still down heaven now, living in a same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't real, this ain't cool, this ain't what I signed up to. And this ain't right, it's no good, no good. Oh, everything's changing, and I've been here for too long. Going through the same things, and I've been hurting all alone. Got to move on, say do this anymore. If everything is changing, and I know, oh, you gotta let go. Igen. Igen. Nagyon sokan kérdezik, hogy hogy tudsz ennyi helyen helytállni, hogy tudsz ennyi zenekart összeegyeztetni. Ugye ezen kívül van egy soul session is, de ugye velük is csak ilyen évi egyszer-kétszer találkozunk. De tényleg ez a titok, hogy nincs sok koncert sajnos. Tehát, hogy mi a kis zenekaroknál azt érzem, hogy egyre kevesebb lehetőségünk nyílik színpadra állni. A nagy zenekarok, meg akik már régebben is ugye hírnevet kaptak, ők... nagy közönséget tudnak magukkal vinni, és több helyen fel tudnak lépni. A kicsik meg úgy tűnnek el. Uh-huh. Érdekes, hogy ezt mondod, mert én azt gondolnám, meg azt is tapasztalom, hogy persze nagy zenekarokat, főleg ha ismertek, akkor el lehet adni egy nagyobb koncertre, de igazából a kisebbeket tudják megfizetni. Tehát mondjuk egy most ha akár a vendéglátózást, akár egy ilyen kisebb kávéházi zenét, vagy valami hasonlót veszek alapul, vagy egy jazz kocsmát. A kis, egy, nem tudom én, 2-3, max. 4 tagú zenekarokat tudnak megfizetni, aztán a többit az van. Ez lenne logikus, igen. De ha valaki csinál egy szabadtéri rendezvényt, ahol több millió forintos a keret, akkor nyilván ezt vissza kell, tehát maga a bérleti díjakat is vissza kell hozni, és hogyha belépőt kérnek, akkor olyan
olyan zenekart kell hívni, vagy olyan fellépőt, amire sok ember elmegy. Persze, persze, húzó neveket. Igen. Igen, vagy legalább egyet, és akkor mellette elfér még 2-3 kicsi. Régen igen, ez volt, most már kevesebb a kis zenekar, úgy gondolom. Ez egy kicsit azért, nem olyan, hogy mondjam, nem tetszik ez nekem. Nekem sem. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogy ahogy a katát befagyasztották, hogy a kisvállalkozókat megnyírbálják. Én annyi tehetséges zenészt, jó zenészt ismerek, hogy szerintem nagyon kellene ez, hogy a kis zenekarokat is valahogyan menedzseljék. Igen. Tényleg, és titeket ki menedzsel? Vagy hogy szervezitek? A Queennél van csak egy nagyobb kiadó mögöttünk, az nyilván így tudunk menni ugye Norvégiába, Ausztriába, igen, Németországba, meg Magyarországon is, ugye Sziget, tehát ilyen nagyobb helyekre. Viszont mondjuk nézzük a Kertzbit, a saját zenekaromat, én írom a dalokat, én szerzem össze a zenészeket, hogy akkor most történjen valami. Egy időben én szereztem helyeket is, hogy akkor igen, elküldtem egy 200-300 helyre, hogy akkor mi vagyunk a Kertzbit, de szeretnénk nálatok játszani, tehát ilyesmi szöveggel. Küldtem ki ajánlót, azt is megcsináltattuk grafikussal, tehát vettünk fel stúdióban. Ezt hogy vették? Mert nálunk nem. Hát semmi. Tehát, ugye? Még válasz sem, de van, amikor meg ez az udvarias elutasítás, hogy köszönjük majd, hogyha... Majd értesítik. Igen, hát, igen, valahogy így jött ki. Igen. De akkor hogy működik? Tehát oké, ez nem, de akkor hogy mi az, ami működik? Most azt vettem észre, hogy ilyen csomagban mennek el a zenekarok. Tehát hogyha mondjuk akár egy kiadó esetén is, hogy van nála 5 nagy zenekar, vagy akár több is, hogy akkor ezt az 5 nagy zenekart berakja a Voltra, a Szigetre, a nem tudom, Fezen Fesztiválra és egyéb nagy fesztiválokra, és akkor ilyen, hát itt csomagban adja, hogy akkor... 5 az 1-ben. Megrendeled az áriát, akkor kapsz mellé még 3 másik zenekart. Most csak mondtam egy példát. Sokan viszont nyitnak, meg lehetőséget adnak, az viszont annak mindig örülünk, és onnan jönnek ugye felfedezések is. Meg hát ugye a saját szervezés a legjobban működő. Most a Soul Sessionnel ezt csináljuk, hogy az Off-Kultúrban mi magunk szervezünk egy koncertet, és akkor belépődíjasan jönnek a vendégek, és ha lesz folytatása, akkor folytatjuk. Tehát azért ez nagyon sok munka. Tehát egyrészt ez egy külön szakma, igen, a szervező, vagy a menedzser, vagy a zenei producer. Tehát ezt hogy tudjátok ti megcsinálni? Szerintem ez nem is való egy zenésznek. Annól még ezt Kőbányán mondta, pont egy ilyen menedzsment tanár, ha mondhatnám így, a Kongresszusi Központnak a vezetője mondta ezt, igen, hogy egy művésznek nem mondhatod azt, hogy figyelj, nem vagy elég jó, ezért nem hívlak meg. Vérig sértődik. És teljesen igaza van. Egy művésznek legyen egy valakije, akinek el lehet mondani, hogy figyelj, ez nem ide való, és ő majd puhább, tehát hogy tompítja ezt a véleményt, és úgy mondja meg a művésznek. Igen, ő a demarkációs vonal, vagy a, igen, nem tudom, hogy hívják, ez mediátor. Igen. Mert a másik oldalról meg ugye be kell árazni azt a művét. Az meg a másik, ami igen. Ami iszonyat, tehát magának, aki a nagyon csúnya szóval a terméket előállítja, azzal beárasztatni saját magát, tehát ez egy borzalom. Igen. Úgyhogy ha van egy ilyen ember, aki egyik oldalról tompít, másik oldalról erősít, az nagyon jó tud lenni. Hát szükséges. És akkor ahhoz az egyhez van. Nem csak a Queennél, hanem a Boridaloknál is van egy menedzserünk, a Kati, úgyhogy ő is ügyeskedik. De jó. De ő is ugye több, tehát ő Kiskalászt is viszi, Kiskalász gyerekzenekart is. Boridalok, Kati, Lilla, csupa lány. Igen. Lányok menedzselnek lányokat, nők, igen, nőket, ez nagyon szép. És ez hogy tud működni? Tehát, hogy mennyire van egyrészt kereslet a női társulásokra, és mennyire van elfogadottság erre? Az a baj, nem tudom a másik oldalt. Hogyha mondjuk lenne egy fiú trióm, vagy egy olyan, ahol csak srácok lennének ugyanebben a műfajban, mert esetükben mondjuk a Boridalok pont a Covid idején alakult, ugye akkor jött ki az első könyv, tehát eleve egy nehezített pályán indult el. Igen, és innen szép nyerni. Az biztos. De Borinak sikerül, mert rengeteg videóját látják már YouTube-on, meg hát ahogy te is hallottál róla, tehát igen, hogy igen, egyre jobban kezd népszerűségnek örvendeni. Szerintem lehet, hogy pont a YouTube dobta föl nekem is. Aha, ez zseniális. Vagy valaki említette, kisgyerekes. Viszont a másik zenekaruk, a Kiskalász, ahol szintén Bori frontemberkedik, viszont srácokkal van. Igaz, hogy egy régebbi zenekar, de hogy az is már ugye, hát igen,
ha többet hívják, azért is, mert egy régebbi, meg ismertebb is, de ahhoz képest a Boridalok is elég keresett. Tehát, hogy minden zenekarnál azt látom, hogy amikor már a színpadon vagyok nőként, most csak magam nevében beszélek. Természetesen. Ugye kapunk egy plusz figyelmet, hogy nézd már, ott egy nő a színpadon. És ez tök érdekes, mert mondjuk így, amikor én rockzenekarokban játszottam, akkor sokszor tapasztaltam azt, hogy nem voltam még az öltözőben, vártuk, hogy színpadra lépjünk, és sokszor így zenész kollégák így nem is köszöntek, mert azt hitték, hogy valakinek csak a kísérője vagyok. Mm. És akkor hát mondom, azért ez tök kellemetlen. Utána felmentem a színpadra, és jött a meglepetés, ja, hogy te is zenész. Más szintén, ember vagyok tőle. Szintén zenész. Igen, tehát így más ember vagyok azért, igen, mert most zenélek, vagy mert csak valakinek a kísérője vagyok. Nem. Hmm. Így köszönést azért csak megejtünk már a másiknak. Igen, van ez a gizdázás a zenészeknél, bizonyos zenészeknél, nyilván nem mindenkinél. Tehát azért ismerek ellenpéldát. És előítéletben volt-e már részetek konkrétan emiatt, mert nők vagytok, női zenekar? Nekem zenészként volt, zenekarosan nem tudom, hogy volt-e már ilyen. Neked zenészként hogyan? Mint amit az előbb is ugye említettem, hogy ilyen jelleggel, igen, hogy kerestek is. De hogy szakmailag gondolom. Úgy, igen, hogy kerestek zenekarban billentyűst, és mondták, hogy jó, akkor itt a műsor, tanuld meg, és kb. Egy hétre rá, már a műsor előtt egy héttel így megkérdezett, vagy felhívott egy másik ember a zenekarból, hogy ne haragudj, de nem, ne gyere velünk, mert nő nem jöhet a zenekarba. És mondom, mert hogy néz ki egy nő a színpadon, tehát valami ilyesmit kaptam. És mondom, hát mondjuk, volt már a te esetedben elég jól. Maradjunk ennyiben. Nekik mégse. Uh-huh. Valahogy úgy gondolták, hogy abban a műfajban egy nő nem fért meg. És ennek szerinted mi lehet az oka? Nekem ez nagyon furcsa. Érdekes, igen. Szerintem elég régre nyúlik ez, tehát, hogy régebben is ugye megnézzük a nagy zenekarokat, mondjuk itt van a Queen, csak srácokból állt, ott van Beatles, csak srácokból állt. Tehát, hogy a nagy befutott zenekaroknál férfi zenészek voltak, énekesek voltak talán csak nők. Igen, főleg szólisták, de hát azért például mondjuk a klasszikus zenevilágából elég sok női zenészt ismerünk. Ott igen. Igen, mondjuk popzenében, meg rockzenében tényleg inkább az énekesek azok, akik nők valóban. De hogy a hangszerválasztásra is gondolok, ha visszatérve a tanításnál is, főleg lányok járnak hozzám, hogy ők akarnak zongorázni. Párom ugye dobot tanít, igen, ott nagyon kevés a lány. Van két kis csaj, nagyon aranyos, egy kis 5-6 évesek, és nagyon jól dobolnak, de hogy így nem divat, tehát, hogy mert hogy ez ilyen fiús hangszer. De hát igen, mert egy ilyen dinamikus, egy ilyen elég maszkulin, tehát fizikai erő is kell hozzá. Most, hogyha egy dobszerkóra gondolok, mert nyilván egy derbokáról, nekem például van ismerősöm, aki derbokázik, és félig arab származású is, és fantasztikus nő, és fantasztikus zenész, hát ahhoz olyan finomság kell, hogy vagy egy tablajátékhoz, mondjuk tablát sem nagyon láttam még nőt játszani, tehát de ez megint egy másik lapra tartozik, de hogy mondjuk egy ilyen dobszerkó mögé beülni, és akkor szétverni a dobokat, azt tényleg inkább férfiakat tudok elképzelni. Pedig vannak csajok is. Hát bennünk is van vadság. Hogyne. Én is van? Igen. Honnan jutottunk ide? A tanítástól, és hogy női zenekar, és hogy volt-e előítélet, igen, hogyan fogadnak. Igen, igen. Nekem mondjuk ez nagyon furcsa, mert én annyi jó női zenészt ismerek. Nem gondolom, hogy bárkit a neme alapján kellene így megítélni, vagy nem, tényleg, hogy honnan jöhet ez? Előítélet, igen, oké, van egy múltja az egésznek, hogy régebben a férfiaknak több ideje volt zenélni. Talán. Nőt tartotta a hátteret, de... Ugye beszéltünk a műfajról is, hogy ugye a klasszikus inkább a nőknél, és akkor ugye a rock, pop meg inkább, de ezt sem mondanám, mert mondjuk a Pink is egy belevaló forma, egy énekes, tehát hogy igen, ő is inkább az ilyen rockosabb vonalat képviseli. Nyilván nem zúz, mint egy Metallica, de igen, nem tudom, azt sem mondanám, hogy műfaja válogatja, hogy akkor most nők vagy férfiak játszanak. Mm. Mondjuk szerintem manapság azért, mert egyre több a vegyes zenekar, hogy akkor itt-ott megjelenik egy női személyiség. Mm. Vagy talán egy férfi jobban elengedi magát a színpadon. Talán. Egyébként igen, ebben mert egy nőtől közönséges azért, hogyha ugyanígy viselkedik?
Én jazzzenészeknél szoktam azt látni, hogy a férfiak annyira képesek így elszállni a zenében. Tehát amikor jazzzenészek jamelnek, fiúk, az valami nem fizikai együttlét. Tehát, hogy én nem tudom, hogyan fejezzem ki, hogy ne legyek vulgáris, de az tényleg több, mint szex. És közben meg mégsem az. Tehát, hogy valami olyan elképesztően tudnak együtt működni. Ilyet nem nagyon láttam még nőktől. Elhittetitok. Hát lehet egyébként, mert közben meg más területen meg annyira tudunk együtt működni. A női összefogás közösségén belül is azt tapasztalom, hogy annyira, tehát ez a szó, hogy együtt működni, együtt működés, hogy tényleg, mint a szervek, mindenki megtalálja maga feladatát, és szerintem biztos, hogy zenében is ezt meg lehet csinálni. Csak rá kell szokni. Most eszembe jutott egy olyan, hogy igazából a Boridalakon kívül nagyon kevés olyan női formáció volt, ahol nem lett volna veszekedés. Tehát, hogy lehet, hogy így, hogy ez a férfiak leboxolják egymás közt, nem tudom, vagy leesőrizik, a nőknél meg ez a fél évig, ez a fújás, ez a macska fújás a másikra. És akkor volt ilyen rockzenekar, amikor csak csajok voltunk, és rockzenét játszottunk, és ott is volt két tag összeveszett, akkor jöttem össze igazából a Kedzbinél a dalszövegíró, ő volt az énekes, és az a basszusgitáros és a dobos összeveszett. De olyan szinten, hogy olyan kiabálások voltak, hogy mi így elvonultunk a próbaterembe, és akkor így kínunkban beszélgettünk valamiről, és hálainknak ez egy jó esemény volt, mert ugye összebarátkoztunk, de hogy ott tényleg olyan macska harc volt, és ez talán a fiúknál nincs ilyen, mert ők másnapra elfelejtik, vagy megbeszélik. Igen. Nincs ez a haragtartás, mint ami a nőknél van. Kipufogják hamar. Bár hallottam olyat is, hogy tudom én, évekig nem beszéltek egymással, de nem feltétlenül a zenészeknél. Bár azért a művészek azok tudnak hisztisek lenni. Ezt mondjuk erre nem jövök rá, hogy miért csináljuk így mi nők, pedig... Mert érzelmesek vagyunk. Jobban tudunk, erősebben tudunk szeretni, gyűlölni, szerintem erősebbek az érzelmek. És akkor mélyebbre megy a bántás is? Igen. Vagy tovább megtartjuk. Vagy jobban fáj. Vagy nem mondjuk ki időben, és akkor minél tovább lenyomod, tudod, a vulkán, annál erősebben tör ki. Na hát, lányok, én azt javaslom, hogy ezt az elfojtott feszültséget, ezt éljük ki zenében. Mindenki talán például, hangszeren. Például. És akkor, hogyha ezt itt szépen sublimáltuk, akkor lehet együtt harmóniában működni. Meddig tervezed? Meddig szeretnél még zenélni? Hát, ameddig csak lehet, ezt szokták mondani. Korábban hajóra akartam menni, óceánjáró hajóra, és ott van ez, hogy nem lehet bármeddig játszani, hanem csak amíg szép, fiatal az ember, és akkor így ezt mondják. Még sose voltam ezt hajón. Ezt a férfiaknak mondják, maradjunk ennyiben. Igen. Hát, mert ők sármosodnak, mi meg bölcsülünk. Mi meg érünk, mint a jó bor. Így van. Ez egy szép. És a tanítást? Azt mondjuk lehet sokáig, nem? Ameddig bírod. Így van. Azt ilyen 60-70 éves koromig még szeretném csinálni. Sok macskával, így leszek a bolond macskás öregasszony, aki tanítja a zongorát. És skálázni a macskákat. Így van. Igen. Lilla, így legyen. Kívánom neked szívből, hogy nagyon-nagyon szép karriert fuss be, teljesedj ki benne, és olyan emberekkel játsz együtt, akikkel harmóniában és gyönyörben tudsz együtt játszani. Kedves és baromi jó zenészekkel. Így legyen. Hajrá együtt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek is, kedves nézőink, köszönöm a jelenlétüket, köszönöm, hogy velünk tartottak, és akik még nem tették, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, esetleg nyomjanak egy lájkot, vagy osszák meg adásainkat. Madárcsi Csergős, virágzós, szép tavaszt kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak with
without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. You thought I wouldn't grow without you, no one wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so 9 million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it, I will survive it, keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. It's thought I couldn't see without your perfect vision. It's thought I couldn't live without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. You thought I wouldn't grow without you, now I'm on top. That it'd be over by now, but it won't stop. You thought that I was self-distracted, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, I'll keep on surviving. Wishing you the best, pray that you are blessed. Bring my success, no stress and lots of happiness. I'm better than that, I'm not gonna bless you on the radio. I'm better than that, I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that, I'm not gonna hate you in the magazine. I'm better than that, I'm not gonna compromise my spirituality. I'm better than that, no, I'm not gonna dress you on the internet. I'm better than that, cause my mama taught me better than that. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. Whoa, whoa. Surround myself with positive things, I gain prosperity. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive it, I'll keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop,